Nagyon kicsi voltam, amikor megszerettem a labdát, tehát egyből a labdával játszottam, de rengeteg labdám volt, és már óvis koromban elkezdtem járni, focizni, úgyhogy úgymond belenőttem ebbe. Apukám focizott, igaz, nem NB1-es szinten, úgyhogy őt is láttam sokat focizni, nagyon sok meccsén voltam kint, illetve én is hát az óvitól kezdve beleszerettem ebbe a sportba. Hát szeretek nyerni, tehát az elsődleges dolog, hogy ugye sikereket tudok elérni a focival, szeretem csinálni, illetve most már felnőtt korban ugye meg lehet élni belőle, tehát szerintem nem szabad emellett elmenni. Én addig fogok focizni, amíg érzem azt, hogy szeretem csinálni, szeretek edzésre járni, úgyhogy szerintem ez az egész. Tőzsér Dani mindenképpen több okból is, ugye ő is klasszikus debreceni születésű, itt nevelkedett, ráadásul az Irinyi gimnáziumban egy osztályfőnökünk volt, úgyhogy ott is már annó néztem a tablóképét. Most meg, hogy egy csapatba játszottok vele, ez egyben megtiszteltetés, illetve sokat tudok tőle tanulni is. Remélem, hogy nem, mert szeretnék előrébb lépni. Majd meglátjuk, hogy mit hoz az élet. Azért minden játékos szeretnék kipróbálni magát külföldön. Én sem vagyok kivétel. Remélem, hogy még egy ilyen szerződés összejön. Én egy megkeresésről hallottam, de az se volt igazán konkrét. Úgyhogy igazából nem volt. Mondom, csak ez az egy puhatolózás inkább, úgyhogy ezért maradtam a Lokiban, remélem, hogy még a jövőben lesz erre példa. Hűha, hát nyilván a top bajnokságok nem reális célok, de itt körülöttünk nagyon sok erős bajnokság van, akár Lengyelország, ott tudnám mondani, vagy Korrut Misi példájából kiindulva Görögország. Nyilván a top bajnokság lenne a legjobb, de szerintem annak nincs reális célja, illetve ahogy hallom, engem amúgy is vonzza az amerikai élet, illetve az a stílus, úgyhogy ott is egyre népszerűbb ugye a foci, és hát ott viszont kipróbálnám magam szívesen. Gyerekként ugye, sőt, hát nem is gyerekként, hanem jó pár évig ugye én inkább támadó játékos voltam, és ezért inkább a támadó játékosok inspiráltak. Raúl volt a kedvenc játékosom, ő volt a példaképem, ő is ugye rengeteg gólt rúgott, én is ugye ezzel voltam leginkább elfoglalva a pályafutásom elején. Most nyilván már kezdem nézni a szélső hátvédek pályafutását, illetve mozgását, hogy ők hogy mit csinálnak. Úgyhogy egyébként a kedvenc csapatom a Real Madrid, úgyhogy onnan fogok játékosokat mondani. Mint említettem az imént, egy külföldi szerződés azért az jó lenne, illetve a céljaim közé tartozik az is, hogy elsősorban megduplázzam a válogatott meccseim számát, illetve tudjam növelni. Most úgy érzem, hogy inkább bal hátvédként szeretek jobban játszani. Hozzászoktam ehhez a pozícióhoz, illetve a mai futball annyira megváltozott, hogy a szélső hátvédek szinte többet támadnak kis túlzással, mint a egy-két középpályás. Úgyhogy nagy szerepe van, muszáj gyorsnak lenni egy szélső védőnek. Nyilván a védekezés is nagyon fontos, de szerencsére itt a Lokinál tőlem mindig azt kérik, hogy azért próbáljam minél jobban segíteni a támadásokat. Egykori játékosok közül Spitzpüller Pista, Nagy Zoli, Korrut Misi,
Szilágyi Peti, velük tartjuk a kapcsolatot, össze is járunk időnként, úgyhogy vannak szerencsére az idősebb játékosokkal is, mondhatom, hogy jó a viszonyom, akár említettem Bernát Csabit vagy Dombi Tibit, úgyhogy szerencsésnek mondom magam, hogy úgymond ilyen legendák, illetve jó játékosok és jó emberek között nőttem fel. A mostani csapatból pedig igaz, már az idősebb játékosok közé tartozom, de mondhatom, hogy együtt nőttünk fel, egy utánpótlás csapatban játszottunk, úgyhogy tényleg mindenkivel szinte baráti a viszony, összejárunk, úgyhogy szerintem az egyik erőség a Lokinak ez pont. Szoktam gyakorolni nyilván a szabadrugást, egy kicsit speciális az eset itt ugye, mert van két remek szabadrugás lövünk, ugye Bódi Ádám, illetve pont Tőzsérdeni személyében, és amikor ők pályán vannak, akkor nehéz odaférkőzni egy-egy szabadrugáshoz. Nyilván, hogyha nekem is több lehetőségem lenne, akkor lehet hatékonyabb lenne ez az egész. Tavalyi MTK elleni, amikor sikerült két gólt rúgnom, illetve még a két gól mellé egy gólpaszt is adjak, illetve az éppen legyőztük az MTK-t, az elég jól sikerült. Mondhatom, hogy jó kapcsolatban vagyunk, ugye az ultrák közül rengeteg egykorú társam van köztük, úgyhogy velük is mondhatom, hogy együtt nőttem fel, illetve ismerjük egymást. Az idősebb szurkolókkal sincs igazából semmi. Különleges, úgy érzem, hogy szeretnek. Debreceniként ez valahol érthető is, tehát én is nyilván megpróbálok mindent megtenni, hogy minél jobban szeressenek Debrecenben engem. Amikor felkerültem 2011-ben az első csapathoz, akkor Kabát Peti volt a 11-es, SS méretben, és azt örököltem meg, de nagyon a szívemhez nőtt. Egyébként, ha választanom lehetett volna, akkor 9-es lettem volna, de ugye tudjuk, hogy itt Sándor Tamás volt a 9-es, és neki a mezét nem adják oda egykönnyen valakinek. Ezt ki kell érdemelni, de abszolút megbarátkoztam a 11-essel, illetve a szívemhez nőtt. Abszolút igen, akár taktikailag, illetve ugye a Debrecenen kívül én nem játszottam más helyen, és az nekem teljesen újdonság volt, egy másféle edzés, ugye mondhatjuk, hogy Magyarország top játékosai voltak ott, kicsit más közegben voltam, éreztem, hogy azért a nemzetközi tempó jóval másabb, pörgősebbek az edzések, tényleg az életéért küzd mindenki, úgyhogy mindenképpen nyertem sok tapasztalatot, és szeretnék is még ebből kóstolni egy-két dolgot. Nem, de nagyon tetszene a dolog. Sajnos erre még nem volt példa. Igen, próbáltam, illetve a fiamnak próbálom tanítani, de igazából nagyobb dolgok egy hobbinál nem. Na hát ez egy jó kérdés, de szerintem Lukács Laci ezt jól megmondta, hogyha újra megszületnék, akkor lehet rock and roll szám lennék. Igen, mondhatom, hogy gondolok. Most is az a Debreceni Akadémia U6, U7 korosztályánál besegítek Kovács Krisztiánnál, edzéseket látogatok, illetve neki is besegítek az edzésekbe. Úgyhogy szeretnék mindenképpen szerezni edzői papírokat és a gyerekekkel foglalkozni. Azt, hogy később felnőttekkel, illetve felnőtt csapattal mennyire gondolnám komolyan, azt még nem tudom. Elsősorban én gyerekekkel kezdenék edzősködni. Mondhatni, hogy mindent. Hogyha a fociról beszélünk, akkor ugye nekem a DVSC a top, illetve ugye itt nőttem fel, Debrecenben élek, Debrecent szeretem, és ehhez beletartozik a Loki is, úgyhogy tényleg, hogyha a focit össze kell kapcsolnom valamivel, akkor a Lokit mondanám.